Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mévész című műsorában, és köszöntöm Balázs Pétert, volt külügyminisztert, az Európai Unió biztos, hajnali biztosát. És ha már itt van, jó napot kívánok, kezdjem azzal, hogy Orbán Viktor a néppártot is baloldalinak minősítette. Egyrészt mennyire állja meg a helyét ez a kijelentés, miközben egyébként a KDNP-nek egy ugye az ott maradt, egy képviselő ott ül benne a néppártban. Másrészt pedig ugye azt akarja elítetni, hogy az Európai Unió szinte valamennyi pártja háborúpárti, így a néppárt is. Hát ez már elég sok. Úgyhogy a néppártot nyilván mostanában minősíti baloldalinak, amikor ő két évtizeden át ott politizált, Európában, akkor nem hallottunk ilyen minősítéseket tőle. Ez szamárság és nagyon szubjektív, mint hogy ő elment a szélső jobbra, tehát tőle nyilván mindenki, aki nem szélső jobb, az valahol bal felé helyezkedik el. De ez tájékozódási hiányosság. Az, hogy háborúpárti, ez egy nagyon egyszerű jelszó. Ugye láttuk, hogy az európai parlamenti választásra ő konstruktív programot nem készített. Tehát a Fidesznek nincs egy Európát építő, a jövő Európáját megjelenítő programja, hanem három tagadásból, ráadásul azokat is először angolul mondta, mikor mondta, hogy no war, no gender, no migration. Igen. És ezek a szavak jelennek most meg a legújabb plakátokon, amelyekre gyorsan fölmontírozták Magyar Pétert is, előző változaton nem volt rajta. És ugye ott ezt a három szót hozzák, hogy háború, gender és migráció. Tehát ezt a három szörnyűséget szabadítaná rá mindenki más, de egyetlen egy hős van, aki megvédi a nemzetet. Bár ugye ez a plakátnak annyi baja van, hogy nem egészen értik az emberek, és a Menczer Tamásnak, a kommunikációs igazgatónak el kellett magyarázni a tartalmát. Hát már az elég baj, tehát hogyha első látásra nem jön át az üzenet. Na most ugye mind a három ellenségkép rajzolt művi, mert bennünket, hál' Istennek, a háború közvetlenül nem fenyeget, már akkor se fenyegetett, amikor Orbán Viktor ezt beemelte a saját szótárába. A migrációt ő maga csökkentette a veszélyt, mert jogi kerítést és fizikai kerítést épített, és bolond lenne, aki Magyarország felé jönne, mert közismert, hogy hogyan bánnak a migránsokkal. De ugyanakkor behoznak egy csomó vendégmunkást. Hát ez egy másik dolog, hogy ugye hoznak Fülöp-szigeti, Pakisztán és egyéb vendégmunkásokat, mert ők inkább hajlandóak az akkumulátorgyárakban dolgozni például, vagy, ami nagyon helyes, átengedik Magyarországon az Ukrajnából menekülőket, akiknek egy csekély százaléka itt marad, de a túlnyomó többsége jön valamelyik határon, magyar-ukrán vagy a magyar-román határ felé, és utána megy tovább nyugati irányba. Na most érdekes, hogy a kegyelmi botrány és annak hullámai miatt a harmadik szó, a gender egy picit elhalványult ebben a propagandában, mert könnyen lábon lövi magát a Fidesz, hogyha ezt túl hangsúlyozza, az embereknek sok minden eszükbe jut róla, nem csak a gyerekekkel kapcsolatos abúzus. De a gender szó is átment már úgy a köztudatban, mint a migráns, tehát már ugye a bevándorlók helyett majdnem mindenki migránst használ, ezt is a Fidesz kezdte el elősíteni. Hát mind a kettő idegen szó, tehát könnyebb köréje valami ilyen szimbolikus tartalmat, vagy homályos, ködös tartalmat fölépíteni. Egyébként az a Fidesz propagandájára régóta jellemző, hogy kulcsszavakkal operál, és azzal nyit meg tágabb fogalmi felhőket, tehát azt mondja, hogy Brüsszel. És hát Brüsszel az ebben az esetben nem Belgium fővárosa, vagy nem az EU vagy a NATO székhelye, hanem Brüsszel valahol a világ összeesküvésnek a fő centruma, ahol ellenünk szövetkeznek nagy erők, és akik mindenképpen hát ugye Magyarország rontására törnek. De Brüsszel, ez az Állítsuk meg Brüsszelt című korábbi propaganda most folytatódik egyebekkel. De hát, most azzal, hogy foglaljuk el. Most igen, ez egy elég lényeges
fordulat volt, ez a szélső jobb remélt győzelmét hirdeti, aminek egyre kevesebb az esélye. Miért kevesebb az esélye? Mert az Orbán úgy kommunikálja, és ugye akár most a CPEC-re gondolok, ami nem feltétlenül ugye az Európai Unió, hanem egy amerikai konzervatív, nem tudom, nevezhető konzervatívnak gyülekezet, de hát amiket próbál, és aminek a vezetője is próbál lenni az Európai Uniós pártcsaládoknál. Hogy... Hát ez talán kicsit túlzás, hogy vezetője, már az ő részéről túl nagy ambíció, mert őt inkább itt vendéglátónak használják, aki ide hozza. CPEC egyébként egy ultrakonzervatív, szélső jobboldali, a republikánus amerikaiaknak is a legszélét, a jobb szélét képviseli, de van bőven európai szélső jobbos is ezen a CPEC konferencián, amelyik harmadszor jön, ha jól számolom, Magyarországra. Nos, miért nem lehet áttörés? Azért, mert ugye amit ő hirdetett, ez az elfoglaljuk, ez azt jelenti, hogy valamiféle többség alakulna ki az Európai Parlamentben, aminek a fő erejét, irányát a szélsőjobb pártok adják. Mandátumbecslések ezt nem támasztják alá. Tehát azt mutatják, hogy valóban volt most az elmúlt időszakban, még ez év elején is egy hullám, amikor a szélsőjobb népszerűsége emelkedett. Ebből osztrákoknál, németeknél. Így van, valamennyi meg is maradt. Tehát a korábbinál talán több mandátumra számíthatnak, de onnantól kezdve, még hogyha összeadjuk a két szélsőjobb pártcsaládot is, amit Orbán nagyon szeret összeadni, sőt, talán álmodik is arról, hogy azok egyesülnének, nem fognak egyesülni, különböző politikai távolságok miatt, de ha össze is adjuk őket, mert mondjuk, hogy bizonyos kérdésekben együtt szavaznak, akkor is velük szemben ott van egy ilyen mérsékelt polgári centrum, ami kezdődik a néppárttal, folytatódik a szocialisták és demokraták pártcsaládjával, és ott vannak még a liberálisok, és ott vannak még a zöldek. Na most, ha ezt a négyet összeadjuk, óriási többsége van az Európai Parlamentben, és mellette csekély súlyt képviselne a két szélsőjobb párt, és akkor még egy van a szélső bal, és ezzel komplett az Európai Parlament. Na most persze mondhatná valaki, hogy igen, most ez a helyzet, de június 9-e után majd lesz egy új parlament. Hát meglátjuk, hogy hogy sorakoznak föl, nem lesz nagy változás. Tehát nem körvonalazódik valami új politikai erő. És nekünk kínál valami lehetőség. A nekünket most Orbán Viktornak értettem alapvetően. Az, hogy az uniós elnökséget Magyarország fogja átvenni, ez bármiféle utat nyit Orbánnak? Hát ez egy koordinációs ülésvezetési feladat. Politikai befolyása nem nagyon van az ilyen elnökségi szerepnek. Ugye ez a három nagy intézmény, a parlament, a tanács és a bizottság közül csak egyre vonatkozik, a tanácsra. Tehát a tagállamok által körülült asztalokra, és onnan is a két talán legfontosabb kört nem az országok rotációja elnökli, hanem állandó elnöke van. Mindenek előtt a kormányfői testületnek, tehát az Európai Tanácsnak, ez most a Charles Michel. Ez a Michel, ugye? Igen, és a külügyi tanácsnak, ez most a Josep Borrell, volt spanyol külügyminiszter, meg még sok minden más is volt. Tehát ez a kettő, ez nem tartozik bele az elnökségbe. A további 9 szakminiszteri tanácsot kell vezetni fél éven át. Valóban ott a napirendépítés, a vitavezetés, a konfliktus megoldás, az az elnökség feladata. De nem egyedül dirigálja, tehát nem úgy néz ki, mint az orbáni Magyarország, hogy egyetlen ember mutató ujja igazgat mindent, hanem ott a többi tagállam. És azért a háttérben még ott van a tanács főtitkársága, amelyik a napirendet is előterjeszti, és sok mindent adminisztrál. Tehát ebből a pozícióból nagy politikai befolyása az unió jövőjére nem lesz. Ugye Orbánék hevesen támadják
akit korábban támogattak, von der Leyen-t, a bizottságnak az elnökét, aki ugye a hírek szerint két súlyos hibát is elkövetett, és ezért meggyengültek a pozíciói. Amennyiben nem, egyrészt kíváncsi vagyok, hogy ön szerint tud-e ismételni von der Leyen, másrészt pedig, hogy ha nem ő, akkor kikerülhet a helyére olyas valaki, aki Orbánnak kedvesebb, mert azt még nem látom, hogy mert ha Weber kerülne oda, az még rosszabb talán neki. Von der Leyen elég jól manőverezett, ugye az elmúlt 5 évben, mint az Európai Bizottság elnöke. Az ő dolga az, hogy végrehajtsa a tagállamok akaratát és az Európai Parlament akaratát, meg előkészítsen, előterjesszen programokat. Ő ezeket elég jól megoldotta, mindig ügyelt arra, hogy a főbb politikai erőknek legyen üzenete. Ő alapvetően egy zöld programot hirdetett meg, ennek része az ő energiaprogramja, a közlekedési hálózat fejlesztése, és még sok minden, és közben jött a háború, elég jól menedzselte. Zöld folyosókat hoztak létre annak idején, hogy a gyógyszereket, oltóanyagot, maszkokat tudják szállítani. Új tervekkel is előjött, úgyhogy tehát nem negatív az ő képe. Mindenki de lehet, pont a Pfizer ügyben már ugye heves támadások. Jó, értek, meg egy kinevezési ügyben igen. Is most egy kis botrány keletkezett körülötte. De érdekes, hogy nincs konkurense, nincs kihívója. Tehát más név nem merült fel eddig. Csak az ő neve, és őt tulajdonképpen a tagállami kormányok kell, hogy elfogadják elsősorban. A tagállami kormányoknak egy nagyon erős többsége kell, hogy felsorakozzon mögötte. Hát eleve ott van ugye Németország, mint hogy ő német. Ő annak idején 5 évvel ezelőtt Franciaország volt az egyik patrónusa, javaslattevője. És kérdés, hogy a többiek hogy állnak föl, és ami a parlamentet illeti, ugye szokás az, és illik, hogy a legnagyobb pártcsaládból találjanak bizottsági elnöket, ő ennek minden jel szerint megfelel. Tehát a néppárt fogja továbbra is vezetni a listát, a legnagyobb pártcsalád lesz, és ő CDU-s politikus volt. De az igaz, hogy megrendült a pozícióját, mert az említett két botrány miatt? Lehet őt támadni, de mondom, az lenne az igazi megrendülés, hogyha közben egy másik nevet kezdenének el forgalmazni. Ugye én szóba hoztam Webernek a nevét. Ő korábban már, ugye ez Manfred Weber, CSU, ő volt ilyen csúcsjelöltje a CDU-CSU, illetve a néppárti frakciónak, de nem hiszem, hogy komoly kihívója lenne. Sem a kvalitása, sem a politikai múltja nem olyan erős, mint von der Leyené. Tehát azt mondja, hogy akkor az egy hiú ábrán Orbán részéről, hogy itt nem csak az, hogy elfoglalják Brüsszelt, hanem az, hogy más irányt vegyen egyébként az Európai Unió. Kellene amúgy valamilyen módon más irányt vennie? Ugye az Európai Parlamentről beszéltünk, ott nem lesznek nagy lényeges változások. Ami érdekes, és amiben lehet, hogy Orbán reménykedik, a tagállami kormányok, ugye ott nagyon gyakoriak a változások, mert míg ezt a parlamentet 5 évre megválasztjuk, ez az 5 évig ebben a felállásban ott marad, a tanács az szinte havonta, 2 havonta van valamilyen... Mert ott a miniszterelnökök ülnek, és az ő minisztereik a szakminiszteri tanácsokban, és állandóan történik valami. Ugye most éppen várjuk, hogy Horvátországban mi lesz a választások után a kimenetel, vagy ugyanígy vártuk, hogy és még várjuk, hogy Hollandiában hogyan folytatódik a legutóbbi választás. Tehát ott mindig van izgalom, van újdonság, és akkor össze lehet számolni a pillanatnyi mozaik képen, hogy mennyi ebből a néppárti, mennyi ebből a szocdem, és így tovább, és ez milyen erőviszonyokat ad ki. De az erőviszonyok nagyon elmozdultak az utóbbi években a parlament javára, nem? Én azt hiszem, hogy ezt nehéz mérni. Tehát
Van egy együttdöntési eljárási rend az Unióban, a legerősebb minden kétséget kizárólan a tanács, tehát a tanács akarata, mert hát ott vannak a fő részvényesek, a tagállamok. Meg a döntések lényegében ott születnek. Hát a fő döntések ott, de van egy sor együttdöntési kényszer, például az új Európai Bizottság névsorát a parlamentnek is ugyanúgy jóvá kell hagynia, vagy például a költségvetés a tanács és a parlament együttdöntési hatáskörébe tartozik, és azért harmadiknak ott van a bizottság, mint szakértői csapat, és nagyon gyakoriak manapság az úgynevezett trilógusok, tehát a hármas egyeztetések, amikor a bizottság szakértői, a tanács, tehát a tagállamokból álló szakértői munkacsoportok, főleg egészen a miniszteri tanácsig, és a parlamentnek is vannak szakbizottságai, ezek ülnek össze és egyeztetnek nagyon kultúrált módon, és érlelik a döntéseket. Tehát... Ugorjunk egy nagyot, mert ugye nem csak az Európai Unió változásaira tett nagy tétet Orbán Viktor, hanem az Egyesült Államokban. Ugye ismét kiáll teljes melszélességgel Trump mellett. Egyrészt akkor beszéljünk arról, hogy mik a valóságos esélyek a Trump-Biden párharcban, illetve hogy mennyire valós az a fixációja Orbán Viktornak, hogyha Trump lesz az elnök, akkor azonnal béke lesz. Ez megint két külön dolog. Az egyik az amerikai belpolitika. Tudjuk, hogy az elnök választás egy áttételes eljárás, mert az államokban elektorokat választanak, és az elektorok fogják megválasztani az új elnököt, és ilyenkor előfordult már, nem is túl régen, hogy a nép többsége az egyik jelöltre szavazott, de az elektorok az államok szerinti leosztásokban a másikat hozták ki többségi győztesnek. Nem tudhatjuk, hogy mi lesz november 6-án, tehát én erre semmilyen fogadásban nem mernék kötni. Mindkét jelöltnek van esélye. Ha Trump visszatér, az a nemzetközi élet számára nagy tehertétel lesz. Tudnélik, ő már korábban is nem építette a nemzetközi kapcsolatokat, hanem inkább bomlasztotta. Ugye Amerikát kivonta például az ENSZ egészségügyi szervezetéből, vagy fölborította az Iránnal kötött atomalkút, és még jó néhány lépése volt. Kicsit úgy tűnik, hogy ő nemhogy nem értékeli, de nem is nagyon érti a multilaterális alkukat. Odáig ugye az ő fantáziája, amely ingatlan adásvételeken és szépségversenyek rendezésén edződött, nem ér föl, hogy el tudná képzelni, hogy sokan ülnek egy asztal körül, egy társasjátékot játszanak, és van olyan win-win. Tehát, hogy mindenki nyer valamit. Ő csak azt tudja, hogy ha én nyerek, akkor a partnerem veszít, ha a partnerem nyer, akkor én veszítek. Tehát e kettő közül kell választani. Az élet ennél sokkal bonyolultabb, és a 20. század második felében kifejlődött egy multilaterális világ, ahol a legfőbb kérdések nagy szervezetek asztalain dőlnek el, akár az ENSZ, az OECD, a NATO, az EU és a többiek, és ott sokoldalú, ezek nagyon izgalmas diplomáciai játékok, sokoldalú alkukban kell mindenkinek a maga érdekeit maximálisan érvényesíteni, úgyhogy ezt a többiek is fogadják el. Na most kis kitérő volt, de hogyha Trump visszatér, akkor sokkal nehezebb lesz nemzetközi egyességeket összehozni, és az illúzió, ugye, hogy akkor béke lesz hol, Ukrajnában lesz béke. Igen. Amikor most olvastam a Putyinnak egy beszédét az úgynevezett Valdai klubban, tartott egy ilyen elég erősen külpolitikai, világpolitikai tartalmú beszédet, és ott azt mondja, hogy nem mi kezdtük Ukrajnában a háborút, hanem azt a Kijevben ülő kormányzat kezdte, nyugati támogatással, mi mindent megteszünk azért, hogy vége legyen, persze, és itt lehet folytatni a történetet úgy, ahogy a Oroszország elképzeli. Tehát, hogy megtart minden elfoglalt területet. Persze, hogy akkor egy nap alatt lehetne békét csinálni, hogyha mindent odadnak a támadónak. Mint ez történt 14-ben.
És aztán történt ugye Hitlerrel is, úgyhogy nagy meggondolatlanság lenne. A béke egyik kritériuma, hogy fenntartható legyen. Tehát tartósan maradjon meg az a helyzet. A történelemben a jó békeszerződések hosszabb ideig érvényesek voltak, amíg valaki föl nem borította, ki nem ebbe kezdte. Hogyan illeszthető be Orbánnak az a mondata, hogy Ukrajna nem szuverén állam? Mit válthat ez ki, mint külügyminiszter, ezt hogyan tudná kezelni? Hát ez nagyon nagy sértés Ukrajnára nézve, és az ENSZ sarkalatos elvét, az államok szuverén egyenlőségének az elvét fölrúgja. Amikor itt éppen a mi környékünkön három nagy szövetségi állam, nem mindegyik nagy, de három szövetségi állam fölbomlott, ez volt a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia. És a három állam helyén lett 24 új állam. És volt egy nemzetközi föltétel, vagy föltételezés, hogy a korábbi tagköztársaságok lesznek az új államok. Úgy, ahogy azok addig ott voltak a térképeken. Tehát ezt a hipotézis mindenki elfogadta. Teljesen békésen valósult meg a csehszlovák válásnál, nem békésen folytatódott a jugoszláv válásnál, mert azért a szerbek megindultak több alkalommal, és végül is ugye a NATO-nak és az USA-nak kellett ott rendet csinálnia. Egy darabig békésen ment a volt Szovjetunió 15 utódállamában, és utána Oroszország elkezdett mocorogni, senki más. Valami ugye azért az azeri örmény ellentét is ugye időnként föllángolt, de igazából területi igényekkel Oroszország lépett föl, mert valamit vissza akart szerezni a volt Szovjetunióból. Bevonult Transznisztriába, ami Moldávia része. Magához csatolta Dél-Oszétiát, Abháziát, és még lehet folytatni a sor, és aztán megtámadta Ukrajnát. Nyílt katonai támadással. Ugye ezzel Jóska Fischer volt német külügyminiszter, írt egy nagyon jó cikket a világrendről, és abban írta, hogy itt ér véget a második világháború utáni béke, ami a kölcsönös elrettentésen alapult, mert egy ország előhúzta a réges-régi erőpolitikát, és területszerzési igényel megtámad egy békés államot. Ez történt ugye 22. február 24-én, Oroszország lerohanta Ukrajnát, attól kezdve ez a világrend fölborult, és nem lesz könnyű megegyezni egy új világrendben, mert az oroszok maximális nyereségre törnek. Az USA szeretné fönntartani az amerikai békét és a korábbi rendet, amit Kína megkérdőjelez, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy a nyugat elvei szerint kell berendezkednünk, hanem a különféle civilizáció egyezzenek meg egymással, építsünk nagy hálózatokat, sejemutat, kereskedjünk, de senki ne szóljon bele a másik családi életébe. Magyarul Kína úgy bánik a tibetiekkel, az ujgurokkal, meg másokkal, ahogy ez neki tetszik. Mennyire tud ezen változtatni Trump? Hát ha valaki, akkor az USA itt tényező, tehát ő tud olyan egyességeket kötni, változtatni nem nagyon tud. Tehát ő nem tudja erőből megváltoztatni a kínai a gondolkodását. És amióta Kína már nem szorul rá a nyugati tőkére, technológiára, piacokra, hanem önmaga is boldogul a saját erejéből, ugye űrkutatással foglalkoznak, fegyvereket gyártanak, és a többi. Azóta Kína a saját elképzelései szerint akarja berendezni a világot, tehát itt alkuk lesznek, amiben az USA és Kína a két nagyjátékos, és mellettük ott lesz Oroszország, Irán, az Európai Unió, ha elég egységes, és még néhányan, és ezek fogják majd kialkudni az új világrendet. Balázs Péter, köszönöm szépen, hogy elmondta. Önöknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.